It's a very positive news for all Hungarians, because it really shows parties alone are not enough, but all those young people who just joined the opposition, who became active, they can really turn the whole tide around. And this is bad news for Fidesz. So we are very happy and very hopeful that next year we can also prove that we can build a coalition that can change the history of Hungary. Ti tudtok itt forradalmat csinálni, tőletek kell féljen ez a hatalom. Ez a győzelem ma a ti győzelmetek. Hajrá, fiatal Magyarország! Tőletek kell rettegjenek. Fidesz vagy nem Fidesz? Ez az egy kérdés mostantól kezdve a következő választásig. Fidesz vagy nem Fidesz? Az előválasztás jelentősége az, hogy leváltsuk ezt a korrupt kormányt, mert már 11 éve ellopják az EU-s pénzeket, stadiont építenek, nem költenek az egészségügyre, oktatásra, nincs sajtószabadság, nincs demokrácia. Nem, alatta van. Jó, meg van.